játék lényege, hogy egy nagy kereskedelmi televízió főműsor idejében kaptatok egy műsort, ezt a zenekar van, saját sója. Ez sajnos csak játszik. Ja, jó, jó. Az nem ennyibe került. És ki kéne találni, hogy mi lesz a zenekar műsora. Tényleg, abszolút rajtatok múlik. Marianna Árok, mély tiszteletem, admirálisom, hogy ittyeg a fityeg, Koncsecskó Péter vagyok személyesen, biztos már hallotta a nevemet. No, igen, persze, átadom, persze, ők is, igen, mindenképp. Na, arról lenne szó, itt a fiúkkal kiötlöttünk egy nagyon jó ötletet, lenne egy ilyen kis, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen durvább vonulatú, kicsit ilyen ízesebb, kicsit savanykásabb, kicsit ilyen zárkózottabb színezetű, hogy mondjam, kicsit vidámabb, gyerekbarát, de inkább felnőtteknek szóló. Egy ilyen nagyon komoly late night show-t szeretnénk a fiúkkal, lenne élőzene, artisták, tűz, füstgépek, lányok, minden, zenék, ízek, imák, szerelmek. Ja, az már foglalt. Igen. Tehát ez lenne az ötlet, megvan rá a keret, abszolút zsebből fizetjük, rengeteg pénzünk van, költjük is. Igen. Hát, kicsit többre gondoltunk, de igen, és akkor ilyen heti 5 nap lenne adás, és akkor ilyen 2 órát ölelne át, röpke 2 óra. Jó. Meg kell még kérdeznem, nem vagyok benne most biztos. Ez egy ilyen ötlet, abszolút ilyen vázlatos az egész, de így remélem azért sikerült átadni, hogy így mire gondolunk. Jó, akkor visszacsörgök. Jó, köszi szépen. Kivel kezdünk? Tehát hogy néz ki az első műsorunk? Az első műsor, hát ezt még így konkrétan nem gondoltuk át. Itt már a fiúk pedzegették, hogy igen, régi magyar celebeket, akiket mindenki teljes szívéből imád, így behoznánk a köztudatba, visszahoznánk a köztudatba, például Kelemen Annát, és akkor neki, hát egy másik tévéadáson leprodukált műsorához hasonlóan beültetnénk egy fotelba, és akkor ott be lehetne telefonálgatni, aztán utána jönnének a fények, a zenék, és akkor bejövök én, mint showman, és akkor mindenki tapsol, és akkor még mindig tapsol, aztán leülök, aztán felállok, mert még mindig tapsolnak, mert hát nem bírnak magukkal, és akkor a Cserháti számra jönnék be, akad, amit nem gyógyít, és akkor jövök, és akkor smoking, tudják, ilyen színesben, nagyba, fiatalosan, beköszönök, és akkor onnantól meg igazából jön a flow, ahogy jön, ahogy adja. Igen. Úgyhogy erre gondoltunk. Remélem szimpatikus az ajánlatunk, és akkor várom mielőbbi hívását. Jó. Kaja? Milyen kaja? Hát mi fényen élünk, testvérem. Ne viccelj, nem kajálunk. Nem. Csak szintiszta víz és fény. Ennyi. Jó. Hogy micsoda? Alkoholt? Az semmi esetre se, azt elítélem, az undorító szokás. Alkoholt nem, azt nem fogyaszthatok sajnos. Egyéb kérdések? Minden tiszta. Jó, átadom. Jó, köszi szépen, visszhal. Oké, átadom. Ők is téged, oké, szia, puszi. Hello, szia.